Még soha sehol ennyi finnes versenyző nem gyűlt össze egy eseményre, mint a mostani világbajnokságon a Balaton partján. A Masters kategória esélyeseit latolgatva Litkai Farkas és Szilvási Attila nevei gyakran elhangoznak, de ez még csak ízelítő a páratlan mezőnyből. Vitorlás körökben úgy tartják, a finn az egyik legemberpróbálóbb hajóosztály, ahol egyszerre számít az erőlét és a vitorlázó szaktudása. A 40 év felettiek VB-jén viszont olyanok állnak rajthoz, akik már bizonyították, hogy egyiknek sincsenek hiány. A magyar indulók között ott van a 76-os montreali olimpiát megjárt Hán András, Ruják István a moszkvai, Székely Antal a szőuli, Szilvási Attila a barcelonai, Litkai Farkas pedig az atlantai olimpián indult finn hajóosztályban. Ezek a versenyzők ma is aktívan vitorláznak, csak más hajóosztályokban. Három felkészülési versenyen vettem részt, és úgy érzem, hogy egyre fokozódó formában vagyok, tehát a csúcsformát azt ezen a héten ki tudom hozni magamból. Neked mi a jó szél? Ez? Erős? Ezt szeretem, igen. Tehát hármasnál nagyobb szél? Hármasnál nagyobb, küzdeni az elemekkel. Kemének lenni is. Megcsinálni a feladatot. Esély? Negyes, vannak nagyon jó ellenfelek. Kik azok? A Cseh Mayer. Magyarok közül? A magyarok közül sem kell elfelejteni a Szilvási Attilát, a Farkit. A 185 körüli hajó létszám körülbelül 20 országból áll össze. Versenyzők jönnek szerte Európából, illetve Ausztráliából, Új-Zélandból, az Egyesült Államokból, 5 darab dél-afrikai versenyzőnk lesz, és ezen kívül Kanadából is várunk még érkezőket. Úgyhogy egy nagyon népes és a világ 4 kontinenséről érkező versenyzői csapatra várunk és számítunk. A nagy részük mondom már itt van, úgyhogy várja nagy szeretettel a holnap reggeli rajtot. Naponta egy futam, illetve egy nap kivételével, mert egy napon rendezhetünk kettőt, tehát a 6 futam van kiírva, és akkor ez így jön ki. Kettőnél több futamot nem rendezhetünk egy nap. Holnapi naptól tulajdonképpen 5-7 méter per szekundumos, kellemes napos idő, 19 fok. Szerdán egy enyhe hidegfront, amely remélem, hogy szél eljön, és a csütörtök péntek pedig ragyogó napsütés, és tekintettel arra, hogy itt az időjárás ugye mindenképpen változik, ez mindenképpen légmozgással fog remélem járni itt a Balaton térségében. Hétfőn 10 órakor rajtolt el a mezőny. A kimondottan erős szélben és gyönyörű napsütésben az Amerika kupán is induló Cseh Mihály Mayer elsőként érkezett a célba, de a hazai szurkolók nagy örömére őt Székely Antal követte. Litkei Farkas pedig 5. zárt. Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyrendezőséget és a finneseket, így délután még egy futamot rendeztek. Itt megint a nagyon jó vitorlázó cseh egyes versenyző Mayer győzött, második helyen Szilvási Attila érkezett be. Finnes olimpikonjaink közül Hán András az első 20 között érkezett a célba. Így a hazaiak bizakodva várhatják a 9. tartó verseny további futamait. Az izgalmasnak ígérkező eseményekről és a végeredményekről következő adásunkban számolunk be.